Tehát a főváros feladat nem csak az, hogy összekötő legyen egyébként a színház névadók, a fesztiválok, a kulturális szereplők és a művészeti produkciók között, illetve a külföldiek és a budapestiek között, hanem vinni ezt a szerepet magára vállalva aktív részese ennek a folyamatnak. Úgyhogy én azt remélem, hogy nagyon sokan látogatnak, akár belföldön, akár külföldön, akár a fesztivál részvételét, vagy a produkciók, akik magaként akár érdeklődő nézőként majd viszik a fesztivál és Budapest jó hírét. Hogyha megnézzük a nyári fesztivál kínálatát, akkor azt hiszem, hogy lehet egy közös sportot talán az adattár történetében, akár zenéről, színről, táncról, meséről beszélünk. A elmesélt sorsokban és a főkülsök jelentőségben egy közös pont az, hogy ott van meg a tenni akarás, és egy olyan kis rendület, ami azt hiszem, hogy az elmúlt években Budapesten is jellemzője volt. Azt remélem, hogy nem csak a nyári fesztivál idejére mondható majd a diéknek, hanem egyébként az év többi napján is. Azt gondolom, hogy az idén születésnek 250 évfordulóját ünneplő Dante, vagy a filmszeret koncertek keretében hallható Elíziák, Szentedélyek, vagy Paja Bera és a Budapest Bár zeneszének a teremtő ereje is, vagy akár a háberadások játékossága is egy olyan pont lehet, egy olyan jellemző lehet, amit mindannyian magunkat tudunk vinni az év további szakaszára is. Úgyhogy ebben a pár évben hónapban valóban különösen öröm Budapestnek lenni, és benne lenni ebben az izgalmas kavalkádban, amit a nyár fesztiváljának nekünk. És végezetül hadd idézek én is örökni